Dolgoznak a laboratóriumban az Egyetem Immunológia és Biotechnológia Intézetében Pécsett. Olyan diagnosztikai módszer megalkotását szeretnék, amellyel idejében felfedezhetik az immun és endokrin rendszer betegségeit. Az immunrendszer és az endokrin rendszernek a betegségei általában fiatalkorban kezdődő kórképeket okoznak, és krónikus, egyre romló lefolyású betegséget okoznak, amik folyamatos kezelést igényelnek, és emiatt fontos az, hogy időben kerüljenek felismerésre, hogy ne okozzanak végleges egészségromlást és munkaképesség csökkenést. A kutatásokra 990 millió forint támogatás összeget kaptak. Próbálunk olyan molekulákra bukkanni, amik korán jelzik a betegségnek a kialakulását, illetve a betegség romlására és az állapotra adnak információt, és laboratóriumban mérhető molekulák vagy sejtes markerek. Ez az egyik része a kutatásnak, a másik része, hogy ezekkel az eredményekkel esetleg terápiás célpontokat is felfedezhetünk. Az immunrendszer és az endokrin, vagyis a hormonális rendszer nagyon szoros együttműködésben a szervezet egyensúlyát biztosítja, mondja a professzorasszony. Az immunrendszer aktiválása azonban károsíthatja a saját szerveket is, aminek elindítója egy fertőzés is lehet. Ezt tapasztalták a kutatók a koronavírus esetében is. Például a pajzsmirigy betegség sokkal gyakoribb lett, például most a koronavírus fertőzés kapcsán, mert a koronavírus fertőzés hatására a vírus elleni ellenanyagok olyan ellenanyagok csoportját is eredményezi, amik keresztreagálnak a pajzsmirigy szövettel, és ezek károsítják a pajzsmirigy működését. De egyéb úgynevezett szisztémás autoimmun betegségek, mint a foszfolipid szindróma is gyakoribb lett, például a koronavírus fertőzés óta. A foszfolipid szindróma esetében az immunrendszer hibás működése a véralvadási rendszer foszfolipidjei, illetve foszfolipidjeihez kapcsolódó fehérjei ellen termel antitesteket. Ez a folyamat pedig fokozott véralvadáshoz vezet. Éppen ezért a pécsi kutatók további célja, hogy bizonyos fertőzések és az autoimmun betegségek között összefüggéseket találjanak. Így segítve kideríteni a betegségek mögött álló okokat. Dr. Berki Téme azt mondja, kiderült például, hogy több idegrendszeri kórkép mögött, amiknek korábban nem tudták az okát, immunológiai eredetű tényezők állnak. A kutatók 2021-ben nyerték el a közel 1 milliárdos támogatást, ami 4 év munkáját fedezi az immunológiai és hormonális betegségek diagnosztizálásában. Egyébként ez a betegségcsoport a harmadik leggyakoribb a fejlett országokban.